Kínai zászlókat lobogtatva fogadták Xi Jinping elnököt a szmederevói acélművek előtt. A munkások köszönjük, hogy hitt bennünk feliratú táblákat emeltek a magasba. Az ázsiai államfő érkezését üdvrivalgás és tapsvihar kísérte. A delegáció bejárta a céget. Az üzemet két hónapja vásárolta meg a kínai Hestil cég azzal a feltétellel, hogy újabb befektetéseket és a kiadások csökkentését vállalták. A gyáróriás működése is bizonyítja, hogy Szerbia lehetne Kína-európai központi partnere, mondta Tomislav Nikolić. A szerb államfő kiemelte, Belgrád az elkövetkező időszakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy megszolgálja Peking bizalmát. Svojim proizvodnim kapacitetima, sposobnim i vrednim radnicima i veoma povoljnim poslovnim ambijentom, svojom geografskom pozicijom i evropskom perspektivom, Srbija bi mogla da bude temelj na kome će Kina graditi svoju poziciju u Evropi. Mi smo svesni važnosti razvoja strateškog partnerstva naših država. Senki sem hitte, hogy az acélműveket meg lehet menteni, de Kína segítségével sikerült, hangsúlyozta Alekszandar Vučić. Szerbia miniszterelnöke aláhúzta, korai volt temetni a gyáróriást. Danas neki ljudi u Srbiji kažu, ej pa to je samo neka železara. Nije to samo neka železara. Hiljade i hiljade sastanaka smo imali. Hiljade puta smo se nervirali, mučili i pitali hoćemo li moći da izdržimo. I onda smo našli, kada nam se činilo da imamo spas, pokazalo se da nije. Našli smo međurešenje, a onda smo našli pravi spas. Našli smo pravi spas zahvaljujući Narodnoj Republici Kini, zahvaljujući predsjedniku Xi Jinpingu, zahvaljujući prijateljstvu koje sa njim uspostavio i predsjednik Nikolić. Xi Jinping megköszönte vendéglátóinak a szívélyes fogadtatást. Kína első embere személyesen vállalt garanciát annak érdekében, hogy a két ország kapcsolata sikeresen fejlődjön. Az ázsiai állam korábban több jelentős szerbiai beruházást is pénzelt. 2014. decemberében átadták a második Dunahidat Belgrádban. Peking a 11-es közlekedési folyosó munkálatait is finanszírozta. Két éve Szerbia, Magyarország és Kína a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításáról írt alá megállapodást.